Bódbéri Szilvia hazánk egyik nagyszabású COVID-diktatúra elleni tüntetésének volt a szervezője, melyet 2022. január 15-én a parlament előtt tartottak, főként az oltatlan tanárok felfüggesztése ellen szót emelt, az oltatlan munkavállalók diszkriminációjával szemben. Harcos amazonként lépett fel a debreceni akugyárak körüli jogsértések leleplezéséért, hasonlóan Salgótarjánban és Bátonyterenyén a környezetpusztító felelőtlen talaj- és élővízmérgezősek miatt. Az A Szövetség Alapítvány kuratóriumának elnöke és Karancsalja független polgármester jelöltje, hegedű és magánének tanár, operaénekes, három kisgyermek édesanyja, és kérte, hogy hangsúlyozzam ki, hogy nem párttag, független civil, a gyermekek, a hazája, a magyarság sorsa iránti aggódása miatt van jelen közöttünk. Szólítom a mikrofonhoz tehát Tóthbéri Szilviát. Tisztelettel megköszönöm Novák előtt Mi Hazánk Mozgalom alelnökének a felkérést. Köszöntök mindenkit. Egy nap az ördög azt súgta a fülembe. Te nem vagy elég erős, hogy legyőzd a vihart. Ma én súgtam az ördög fülébe. Én vagyok a vihar. És ma itt együtt azt mondjuk hangosan, mi vagyunk a vihar! Mi vagyunk a vihar! Ez a mostani gyűlés sem lesz egy lágy májusi szellő, hanem ez már a vihar előszele. Annál is inkább, mert párosul egy ritka napviharral. A viharé, mely végre kisöpör minden szennyet és mocskot a magyar emberek életéből, a sok hazugságot, az álszentséget, a haszonlesést és a hazaárulást. Magyarország kínai megszállásához a hazaárulók megnyitották a légi, vízi, szárazföldi útvonalakat. A vendégmunkások ezrei fognak beözönleni az országba hamarosan. Figyeljétek meg, rajzani fognak. A vízumok kiadását gyorsított eljárásban akarta a kínai kormány, de átmenetileg a közakaratot meghalva a vízumok kiadásának szigorítását elértük. További kínai állami cégek fognak betelepülni országunkba. Államközi megegyezések vannak, a kínainak kedvező nálunk a befektetési környezet, mert a beruházásokra akár 50%-os állami támogatást kaphatnak az adófizetők forintjaiból. Miért van a kínai kapcsolatra szükség a magyar kormánynak? Azért, mert az Unió ismét elzárta a pénzcsapokat, így pótolni kell a kimaradt összeget. A kínai kormány pedig kölcsönöket ad a kedvező befektetési környezet biztosításáért cserébe. Pontos számadatok vannak arról, hogy a kínai akkumulátor beruházásokra hány száz milliárd közpénzt kaptak a szegedi, debreceni és más beruházásra, lakásépítésre, saját óvodára, iskolára, rendvédelemre is a mi pénzünkön. Ha hagyjuk ezeket a veszélyes kínai üzemeket megépülni, a több százezer kínait betelepülni, kínai negyedek, lakóparkok és konténergettók létrejöttét, az a magyarság felszámolásával lenne egyenlő. Államalapító ősi név vagyunk. Nem hagyjuk, így van. Nemzetközi egyezmények garantálnak nekünk önrendelkezési jogosultságot. Nem adhatjuk át Isten és az őseink által nekünk rendelt és megtartott szülőföldünket ellenállás nélkül idegen hódítóknak, sem ellenállással sem, kifosztóknak egy hazaáruló, pénzéhes, rablógazdálkodást működtető maffia miatt. Lázár János csütörtökön egy Facebook posztjában a következőt írta. Befelé lehetünk baloldaliak vagy jobboldaliak, de kifelé csak magyarok lehetünk. Erre a válaszom. Végre valami, amiben egyetértünk. Mi magyarok vagyunk, és nem tűrjük a leigázásunkat. Miénk ez a föld, melyen apáink vére folyt. Nem eladó, pénzen nem megvehető. Az akugyárak és a migrációs kérdés sajnos csak a kisebbik probléma ahhoz képest, hogy megtartjuk-e az egészségügyi önrendelkezési jogunkat és szakmai önállóságunkat. Az elmúlt hetekben aláírásra került a karhatalom gyakorlási jogosultságukról is egy szerződés. Rémhír terjesztés büntette miatt Orbán Viktor ellen feljelentést tett Csibi Barna. A feljelentés szerint Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 2021. november 19-én a Kossuth Rádió egyik műsorában a COVID-19 oltással kapcsolatban az alábbiakat tényként állította. Azt világosan látjuk, hogy akik nincsenek beoltva, azok életveszélyben vannak. Az egyetlen dolog, ami megvéd,
az az oltás. A virológusok esküsznek arra a tényre, hogy a harmadik oltás utáni védettségi szint jóval magasabb, mint a második oltás utáni védettségi szint, és természetesen sokkal magasabb, mintha nem lennénk egyáltalán beoltva. És a negyedik, de a végén mindenkinek be kell majd oltatnia magát, még az oltás ellenesek is rá fognak arra jönni, hogy vagy beoltják magukat, vagy meghalnak. A népszámlálási adatokat is figyelembe véve, Orbán Viktor 3,9 millió ember halálát vizionálta. Ezek után nézzetek rám, én oltatlan vagyok. Mióta... Bravo! Mióta csak az eszemet tudom, izzott körülöttem a levegő, nyüzsgés és éltető pezsgés volt. Az elmúlt évek gyötrelmei megpróbáltatásai után sincs ez másképp. Élek. Ha Torockai László elnök úrtól a végrehajtó maffia felszámolásáért tett kísérletért sérelemdíjként 21 millió forintot követel Gyüre Péter végrehajtó, akkor vajon mekkora kártérítésre lennének jogosultak az oltáskárosultak hazánkban? Elnök úr felhívást tett közzé, hogy 5 forintosokban gyűjtsük össze ezt az összeget, mert most nem vödrökkel vinni a pénzt, hanem kamionnal Dagobert bácsinak. Yes. Nekem is lenne egy kérésem az elnök úrhoz. Amennyiben a bíróság nem ítéli 21 millió forint sérelemdíjra Torockai Lászlót, akkor az összegyűlt pénz legyen az oltáskárosultak javára felhasználva. Nagyszerű! A gyűjtést itt a színpadnál kezdeményezzük, és országszerte megszervezzük. Kövessétek Facebook oldalunkat, melyen minden információt meg fogok osztani önökkel, veletek. Ez egy nagyon fontos lépés afelé, hogy végre hazánkban is el legyen ismerve az oltáskárosodás ténye, és elinduljanak a kártérítések. Nincs időnk megpihenni, mert még sokkal súlyosabb dolgok várnak ránk. Eddig ez csak a bemelegítés volt, az engedelmességi próba. Mindeközben elértünk a falig, nincs hova tovább hátráljunk. Eddig és ne tovább, mert mi vagyunk a vihar. Mindent el kell követnünk azért, hogy értésére adjuk a politikusainknak, hogy nem árulhatják el a választóikat, nem adhatják fel az állami szuverenitást. Majd mi tudjuk, hogy nekünk mi a jó, és majd a nép eldönti népszavazás útján, hogy mit akar, vagy nem akar. A szabadság az, hogy nem kell megtegyem, amit nem akarok. A magyar államot meghekkelték. NER hálózatot szervezve szétlopták az országot. Kiépítettek egy hazugsággyárat a magyar nép félrevezetésére. Elhitették, hogy keresztény erkölcsök mentén kormányoznak. Békét kiáltanak, miközben a háttérben háborúval üzletelnek. Migrációt kiátsz a letelepedési kötvénnyel és vendégmunkás bizniszekkel idegenek betelepítése zajlik. Hazánkat az uniós források korrupciós lenyúlásával az unió egyik legkorruptabb országává tették. Mindezek eltosulására lebontották a jogállamot. Formálisan, látszólag minden a helyén van, de semmi sincs jól. Kormányzásukkal véres sebeket ejtettek népünkön, alkotmányunkon, és a jobb időket is megért nemzetgazdaságunkon. Nincsenek fékek és ellensúlyok. Nincs társadalmi kontroll a kormányzás felett. Összességében is hülyének nézik a magyar népet. Tudjuk, hogy a nemzetvédelem is már romokban hever, de senki ne feledje, hogy a Ludas Matyik háromszorosan törlesztenek Döbröginek. Nekünk semmink nincs, de a megtépázott haza rongyosan is mindenek előtt. Azt mondta az én anyám, ez a hely az én hazám, ide jöttem világra. Remélem nem hiába. Itt van az én otthonom, becsülettel dolgozom, amit tudok, megteszek, mégsem jó az életem. Hely tulipán, tulipán,
Ez a hely az én hazám. Ide jöttem világra, remélem nem hiába.